A vélt kampányszempontok okán a magyar emberek biztonságának a kockáztatása, az felülírja a felelősséget. Deutsch Tamás szerint ez a legnagyobb tétje az április 3-ai választásoknak. Az EP képviselő Harkányban tartott fórumot a szavazással kapcsolatban. A politikus kiemelte, hogy ezen a napon 4 fontos kérdésben is dönthetnek az állampolgárok, hiszen népszavazást is tartanak a gyermekek védelméről, de van egy óriási tétje is ennek a választásnak. Ez pedig az, hogy az Ukrajnában zajló háborús helyzetből a magyarok kimaradjanak, és megőrizzük az ország békéjét. Tétjévé vált az április 3-ai választásnak, hogy a magyarok biztonságát, a békét garantáló, hogy a miniszterelnök úr fogalmazott, büszkén idézem, a stratégiai nyugalom erényével bíró politikai erő kap-e a magyar választópolgároktól bizalmat, vagy pedig ilyen felelőtlen, össze-vissza beszélő hebehúrgya a békét és a biztonságot is, akár politikai szempontokból kockáztató politikai erő. Ez nagyon nagy tét. A fórumon részt vett Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselőjelöltje, aki emlékeztetett, hogy a 90-es években Harkány és térsége már megmutatta, hogyan képes összefogni, ha háborús menekültekről van szó. A vidéki városok már akkor a magyarok bebizonyították azt, hogy az emberi humánum az itt a mindennapoknak a része, hiszen nem 1000, meg nem 2000, hanem több 10000 embert fogadtunk be napokra, hetekre, hónapokra, és egyébként Harkány városa ebben egy kimagaslót is teljesített, hiszen nagyon sokan egyébként itt le is telepedtek, és azóta is itt élik a mindennapjaikat, és a magyar társadalom részévé váltak. A rendezvényen kiemelték, hogy az április 3-ai választásokon arról döntenek a magyarok, hogy továbbra is békében szeretnének élni. A politikusok hangsúlyozták, hogy a baloldal háborút érintő kijelentései ezzel a szándékkal szemben állnak, mint ahogyan az az elgondolás is, hogy nem kellene az oroszoktól gázt vásárolni, hiszen ez hatalmas rezsiáremelkedést eredményezne, ami a családok anyagi helyzetét sodorná veszélybe.